Figyelem! A következő videó extra mennyiségű ömlengést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, én Győri Zoltán Gábor vagyok, a következőkben pedig a 7 kedvenc egész estés társasjátékomat szeretném nektek bemutatni. Az első játék, ami eszembe jutott, amikor elkezdtem összeszedni a kedvenc játékaimat, az a Blue Moon City Dr. Reiner Kníciától. Ez a játék nagyon közel áll a szívemhez, nagyon sok szempontból. Szeretem a különböző grafikai megoldásokat benne, szeretem a fantasy témáját, szeretem azt, hogy játékosok közösen egy várost építenek föl. Rengeteg stratégiai lehetőség van benne, én külön szeretem, hogy a sárkányok, akik vannak a játékban, ők pozitív színben tűnnek föl. Szerintem nagyon kevesek top listáján található meg ez a játék, de számomra rendkívül fontos és nagyon-nagyon bérelt helye van a szívemben. A következő játék, ami eszembe jutott, az a Monster formálása. Erről már készítettem egy 7 gondolatot, a linkje itt lesz alul. Ez a játék nagyon sok szempontból favorit, nagyon szeretem azt, hogy ez egy kooperatív, szerű, de egyáltalán nem kooperatív, sőt, pontokon kifejezetten konfrontatív, de igazi modern társasjáték nagyon-nagyon sok szempontból. A szívem csücske, ha tehetem, nagyon sokat játszanék vele. Ha tehetném. A következő kedvenc az a Burgund. Die Burgen von Burgund. Nos, ez Stefan Feld egyébként nagyon felkapott szerzőnek egy igen népszerű játéka. Hogyha nem ajánlják nekem, akkor egészen biztosan nem próbálom ki. Külcsínre meglehetősen csúnyácska, de olyan mechanizmusokat tartalmaz, ami simán elviszi a hátán. Fantasztikus élmény minden alkalommal vele játszani. Kifejezetten ajánlom két játékos, ami általában ketten szoktunk vele játszani nagyon sokat. És ha tehetném, akkor még, nem tudom, minden este asztalra kerülne, hatalmas nagy kedvenc. Néhányan talán már biztos tudjátok rólam, hogy színházzal is többek között foglalkozom, és ezért is kaptam rá nagyon-nagyon hamar a Shakespeare nevű társasjátékra, amit megtudtam, hogy van ilyen, nagyon kíváncsi lettem rá, kipróbáltam, és hát szerelem volt első látásra. Nagyon sok szempontból kedvenc. A mechanizmusa, a mélysége, a megvalósítása és az, hogy a színház világát ilyen gyönyörű szépen sikerült ráültetni egy társasjátékra, hatalmas nagy eresztés, nagyon-nagyon sok mindenkinek ajánlom, aki szereti az ilyen közép-nehéz euró játékokat. Szerintem nehezen beszerezhető, de hogyha van módod a kipróbálni, mindenképpen ajánlom. Nagyon jó. Jó páran kérdezték már meg tőlem, hogy mondjak már egy igazi AAA kategóriás egész estés nagy klasszikus társas játékot, és valahogy nekem mindig a Fire Tribes jutott eszembe. Bruno Catala mester játéka, 2-4 a kiegészítővel 2-5 fő részére, egy régi-régi mechanizmust használ, nagyon szépen hasznosította ezt fel újra, minden szempontból elképesztő teljesítmény. A Days of Wonder kiadásában olyan gyönyörű társasjáték, olyan szép alkatrészeket használ, olyan gyönyörű, amikor az asztalra kerül és elkezdünk vele játszani, minden egyes alkalommal elképesztő mély élmény, csak szuperlatívuszokban tudok el a játékról beszélni. Az egyik kedvenc társasjátékom abszolút, és valahogy mindig egy ilyen piros betűs ünnep, hogyha ezzel a játékkal játszhatunk. Nagyon-nagyon szeretem. Én alapvetően nagyon szeretem az együttműködésen alapuló kooperatív játékokat, és ebből adódóan az egyik kedvencem, az egyik legfontosabb játék ebben a kategóriában, a Pandemic. Ez a játék, hát nem egy mai darab, de szerintem brilliáns, nekem még az első amerikai kiadás van meg. Azóta már megjelent nagyon sok formában, nagyon sok kiegészítővel. Nekem a kedvencem az Iberia, ez most éppen kölcsönbe van adva, de most az alapjátékot mutatom be. De egyébként fantasztikus játék a Legacy is, éppen egy kampány közepén vagyunk, elképesztő izgalma közepette. Úgyhogy nekem a kedvenc együttműködésen alapuló játékom, és bizonyos szempontból a kooperatív játék pedig az egyik kedvenc mechanizmusom, úgyhogy kötelező, biztos helye van a listámon a Pandemicnek. A következő a Kaverna. Hú, én ezt a játékot nagyon szeretem. Olyan mélységei vannak, olyan játékélmény biztosít minden alkalommal, ami utánozhatatlan, felejthetetlen. Egy masterpiece, egy ilyen igazi mestermunka, ami nagyon-nagyon ritkán csillan meg. Úr Rosenbergnek a klasszikusa. Szerintem az Agricola is nagyon jó, én a Kavernát sokkal jobban szeretem. Minden egyes alkalommal, amikor setupolunk, amikor előszedjük és játszunk vele, akkor ez egy hatalmas nagy élmény és maradandó alkalom. Próbáljátok ki, kötelező olvasmány, játszatok vele sokat. És igyekszem nagyon-nagyon-nagyon sokat játszani a Kavernával, mert 10-ből 10.